6, ez pedig Szabó Szebasztián legjobbja, ami 50 pillangón, rövid pályán magyar országos csúcs is. Kell a jó rajt, a jó forduló és a jó beérkezés, de ezen az EB-n eddig mind a három összeállt Szabónak. Rajtól az 50 pillangó döntője. A négyes pályán tehát Szabó Szebasztián fehér sapkában, már ahogy feljönnek a vízből előrébb, mint a többiek, elképesztő dinamika van Szabóban, és nagyon jól jön ki a fal 25-nél. Remek a forduló Szabó Szebasztiántól, ahogy följönnek a vízből, már egy féltest hossz előnyben. Szabó Szebasztiának innen már csak be kellene húzni, és lehet, hogy egy nagy csúcs is lehet ebből. Szabó Szebasztián 21-75-tel világcsúccsal! Azt a mindenségét! Európa-bajnok világcsúccsal Szabó Szebasztián. Megvan a harmadik arany a rövidpályás Európa-bajnokságon. És beállítja a világcsúcsot, amit Nicolás Santos húzott még 18-ban Budapesten. Ezzel tényleg a legjobbak közé nő föl Szabó Szebasztián. Három aranyérem a kazanyi Európa-bajnokságon. És a harmadik a kedvenc számában világcsúccsal sikerül. Nem, hogy Európa-bajnoki csúcs, nem, hogy magyarországos csúcs. A világon senki nem úszott még ilyen gyorsan 50 pillangón, és összejött minden. A remek rajt 59 századra rajtolt, nagyon kevesen tudnak ilyen reakcióidővel elindulni. Kiválóan jött ki a fal 25-nél, és a beérkezés is szenzációs. Világcsúcsot úszik Szabó Szebasztián, ez az entai fiú a kazanyi Európa-bajnokságon. Ötven méteren több mint 3 tized másodperc, majdnem 4 tized másodperc különbséggel a többiekhez képest. Most már tényleg kijelenthetjük, hogy az 50 pillangó királya Szabó Szebasztián. Szabó Szebasztián a zentai vízi torpedó harmadszor is becsapott. Hát ez valami egészen elképesztő úszás volt. Új Európa csúcs, beállítottad a világcsúcsot, ennél többet nem is kívánhattál volna ettől a döntőtől. Hát azért 100-at belefért volna még, de örülök, tényleg nagyon jót úsztam. Végül is javítottam az enyém csúcsomon, majd megpróbáljuk még. Decemberben van a világbajnokság, érdekes lesz ott is. Elképesztő formában vagy, hova lehet ezt még fokozni? Milyen érzés volt vízbe csobbanni? Milyen, hogy érzed magad? Egészen elképesztő teljesítmény jutott ezen az Európa-bajnokságon. Hát igen, kihagytunk a száz gyorsat, épp ezért próbáltunk világcsúcsra menni. Én őszintén fáradtnak érzem magam, de a vízben a test megy, hála Istennek, inkább mint a fordítva lenne. És hát örülök, hogy tudtam hozni a jó formát, de nagyon remélem, hogy decemberben ugye a világbajnokságon sokkal jobb lehet. Két arany után azt mondtad, hogy nem vagy te még világsztár, három arany után már mondhatjuk, hogy az vagy? Hát nem szeretek ilyet mondani, főleg nem én, azért holnap bármi lehet. Most örülök, ez a mai napon, és örülök, hogy három aranyt tudtam hozni. De azért még csak elkezdtünk a szezont, és jó kezdés volt. Fontos elmondani, hogy egyéni számban világcsúcsot még senki nem úszott ezen az Európa-bajnokságon. Volt már egy világcsúcs ugye a 4x50-es férfi vegyesváltóban, de egyéni számban dőltek ugyan Európa-bajnoki csúcsok, és volt egy junior világcsúcs női 200 mellen, de felnőtt világrekordot senki nem tudott javítani, Szabó Szebasztián most beállítani tudott, 21-75-tel nyerte az 50 pillangót. Azt is el kell mondani, hogy azért vannak sztárjai ennek az Európa-bajnokságnak. A hölgyek között Kira Tusszan tudott 3 aranyat nyerni, Sara Sjöström is 3 aranynál tart, Kirpicsnyikova 2, és Svetlana Csimrova is 2 aranyéremmel áll. De a férfiak között még senki nincs, akinek 3 aranyérme lenne. Szabó Szebasztián az egyetlen, aki a 100 pillangó és az 50 gyors után
az 50 méteres pillangóúszás aranyérmét is átveheti. Beállítva a világcsúcsot, Nick Santos korábbi világrekordját, egy fantasztikus úszással, 21.75-tel, háromszoros Európa bajnok már ezen a rövidpályás EB-n Kazanyban, így aztán harmadszor is elhangzik a tiszteletére a magyar himnusz. Szabó Sebastian tehát az 50 pillangó aranyérmese, és azért azt is érdemes elmondani, ha már itt a csúcsoknál tartunk, hogy ugyan a világcsúcsot csak, idézőjelben természetesen, beállította, az Európa csúcsot viszont megdöntötte 500-addal, és az nem egy tegnapi Európa csúcs volt, Steffen Daibler tartotta még 2009 óta 21.80-nal azt az Európa rekordot, egy több mint 10 éves Európa csúcsot adott át Szabó Sebastian a múltnak, és hát olyan nagy nevek közé ért fel, mint Nick Santos vagy Tom Shields. Ebben az évben egyértelműen az ővé a legjobb idő, vezeti a világranglistát, és minden idők leggyorsabbja is most már holt versenyben Nicolás Santos mellett Szabó Sebastian, úgyhogy egy egészen fantasztikus mérföldkő lehet a számára ez az Európa-bajnokság, és egyébként tényleg azt jó hallani, amit mond, hogy igen, igen, de ez még csak a szezon eleje, igen, de ez még csak egy rövidpályás EB, ő még nem tekinti magát sztárnak, folytatni kell a munkát. És azért az, hogy most összeállt a rajt és a forduló, ez egy nagyon-nagyon jó hír, és azt is mondta még valamelyik interjúban, hogy azért az úszást is gyakoroltuk, tehát itt technikában is javult, valamit nagyon-nagyon összeraktak ott Győrben, hogy Szabó Sebastian ennyit javult, úgyhogy biztató a szezon kezdet és hasonló folytatást kívánunk. Átvetted a harmadik aranyérmedet, oda képzeljük a másik kettőt is még hozzá. Ez a te kazanyi kollekciód, amihez nagyon gratulálunk, és ezzel egyébként egyedülálló vagy a férfiak mezőnyében. Ha egyetlen gondolatta vagy egyetlen érzéssel kéne összefoglalnod ezt az EB-t, akkor mi lenne az? Köszönöm szépen. Hát, nem tudom. Próbáltam az eredményhidet is nagyon élvezni, mert ki tudja, mikor lesz újra ilyen, nagyon reméljük, hogy lesz. De igen, ez egy nagyon jó EB volt, és örülök, hogy azért három arany sikerült. Ez a három aranyhoz a háromszor meghallgatott magyar himnusz tartozik. Már Budapesten nyáron meghallgathattad. Szokod az érzést? Különleges ez számodra ez az érzés, hogy a magyar himnuszt hallgatod a dobogó legfelső fokán? Igen, de mindig újra egy élmény odaállni és meghallgatni, és remélem ez nem az utolsó út. Ahogy említetted azt az előző interjúban, a 100 gyorsot is feláldoztad azért, hogy meglegyen a világcsúcs. Milyen értéke van ennek? Ráadásul ezzel a világcsúccsal nem csak a világcsúcsot állítottad be, hanem egy több mint 10 éves Európa csúcsot is átadtál a múltnak. Hát nem lehet tudni, mi lenne, ha leúsznám a 100 gyorsot. Az volt a taktika, hogy azért rápihenjünk erre, mert nagy esély volt rá, hogy meglegyen a világcsúcs. Úgyhogy szerintem nagyon jó
nagyon jó tár volt, és nem bánom, hogy nem indultam. Majd legközelebb a száz gyorsan is odaállok. Többször is hangsúlyozott, hogy még a szezon elején jársz, ezért is talán különleges ez a jó teljesítmény. Ez akár lehet a te éved, még az eddigieknél is jobban berobbanhatsz az élmezőnybe? Nagyon remélem. Szerintem most kezd kijönni az összmunka, amit megcsináltunk olimpiáról. Olimpián azért nem jött össze, de most ennél csak okosabbak lehetünk, és jobban tudunk dolgozni, úgyhogy szerintem a következő évek érdekesek lesznek. Gratulálok, és további sok sikereket kívánok!